emlékező istentiszteletet tartottak városunkban, Karcagon, a Doni katasztrófa évfordulóján. Ez volt a II. Világháború legnagyobb magyar katonai tragédiája. A II. Magyar Hadsereg román, olasz és német csapattestekkel Magyarország mostani határaitól 1200 kilométerre, mintegy 300 kilométer hosszúságú harcvonalon védekezett. 1943. január 12-én a jelentős fölényben lévő szovjet csapatok áttörtek, és kezdetét vette az addig is több tízezres veszteséget elkönyvelő II. Magyar Hadsereg tragédiája. Az ezt követő hetekben a magyar katonák és munkaszolgálatosok tízezrei estek el. Ha nem tesszük föl az elemi kérdést, hát hogy kerültek oda a magyar katonák a Domkanyarhoz? Hát kedves barátaim, azért, amiért Péter börtönbe került. Ugyanazért. Az igazság miatt. Az igaz ügy miatt. És az igazságtalansággal szembeni küzdelem miatt. Mert még egyszer, Péter azért került a börtönbe, mert kiállt Jézus igazsága mellett, aki azt mondta, az az igazságtalanság, az a tisztátalanság, ami mutatkozik és amiben élnek emberek, az nem tartható tovább. Meg kell tisztítani, helyre kell állítani a rendet, a dolgokat és az igazságot. Márpedig azért kerültek oda a Domkanyarba a mi magyar katonáink, mert megelőzte ezt a dolgot egy bődületes, világszintű igazságtalanság, a Trianon. Azért kerültek oda, mert elfogadhatatlan volt a trianoni békediktátum. Gondoljunk arra, hogy még ma is elfogadhatatlan, pedig 100 év eltelt. Ma is felfoghatatlan. Nemhogy egy évtized, vagy éppen másfél évtized távlatából az, hogy a gyönyörűséges Erdély, Felvidék, Kárpátalja, a kunok lakta délvidék, de Burgerland és mondhatnám tovább a szlovén területeket, Szlavóniát. Hogy egyetlen egy döntéssel, amiért ezer esztendőn keresztül harcoltak, az idegen népek alá került. Elfogadhatatlan volt, és így gondolkodott mindenki, aki épp elméjű és épp lelkű volt itt Magyarországon, a csonka Magyarországon, hogy nem mondhatunk le a kincses Kolozsvárról, Kassáról, nem mondhatunk le Szabadkáról, nem mondhatunk le Munkácsról. Ez volt az az igazságtalanság, ami ott dolgozott a magyar emberben. És éreztük, hogy nem maradhat így. Úgy ébredt föl minden nap abban a korban a magyar ember, mint az, akinek levágják az egyik végtagját, és fantomfájdalmai vannak. Ebben az igazságtalanságban telt a nap. Ennek az igazságtalanságnak az érzése töltötte el a magyar emberek lelkét minden nap. És persze várt a magyar, várt. Azt várta, hogy egyszer csak majd kiállnak a francia, az angol és az amerikai politikusok, és azt mondják, bocsássatok meg, magyarok! Bocsássatok meg! Látjuk, hogy igazságtalanság történt. Higgyétek el, hogy Péter se akart bekerülni a börtönbe. Jakab se akart meghalni. Ők azt várták, hogy majd egyszer a zsidó papok, a zsidó farizeusok elolvassák végre a saját bibliájukat. És azt fogják mondani, Péter, hogy milyen igazatok van?
Hát tényleg, Jézus a megváltó. Na de mi történt? Az történt, hogy a zsidó főpapok, a zsidó papság és a farizeusok, és ezzel együtt Heródes a hazugság mellett maradt. És bebörtönözték. És kivégzésre várt. És az történt, hogy hiába várt a magyar nép, a magyar nemzet arra, hogy megoldódjon ez az igazságtalanság, és helyre billenjenek a dolgok, és egyszer csak megjelent, és egyáltalán nem örömmel léptünk kényszerházasságba. Egy megoldás. És emiatt került 200 ezer katona a Donkanyar mellé. Nem örömmel és nem nagy lelkesedéssel. Tessék elolvasni a visszaemlékezéseket. Egyáltalában nem harcos nép a magyar. De nem látott más megoldást.